1400 lakás van, ami a Hegyvidéki Önkormányzatnak a tulajdonában van, és kb. 600 úgynevezett nem lakás céljára szolgáló helyiség. Ezekkel kapcsolatban nyilván felelős vagyongazdálkodást kell folytatnunk, és határozottan fel kell lépnünk a nem fizető bérlőkkel szemben. Azt a szempontot figyelembe kell vennünk, hogy önmagáról gondoskodni nem képes idős ember vagy gyermek nem kerülhet utcára ebben a kerületben, de mégis évről évre egyre többen nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek. Az elmúlt 8-10 évben jelentősen romlott a fizetési morál, azt vettük észre. Ez részben a mögöttünk hagyott két kormányzati ciklusnak a meglehetősen felelőtlen gazdaságpolitikájának is a következménye, illetve a gazdasági válság azért ezeken a területeken is, sőt talán elsősorban itt érezteti a hatását. Nő a kintlévőség, nő a bérlőinknek a tartozása, és sok esetben a kilakoltatás vagy a végrehajtás az egyedüli mód, hogy az önkormányzat megpróbáljon a pénzéhez jutni. Két hónapos fizetési késedelem esetén egy felszólító levelet küldünk a nem fizető önkormányzati bérlőnek, ha és amennyiben a felszólítás ellenére sem tesz eleget a fizetési feltételeknek vagy követelményeknek, akkor peres vagy peren kívüli úton próbálunk a pénzünkhöz jutni. A per általában a végrehajtásnak az előfeltétele, ha és amennyiben a bíróság arról dönt, hogy végrehajtható a lakásnak adott esetben a kiürítése, vagy az ott élő lakónak a kiköltöztetése, akkor megindul az eljárás.